Itt vannak a szerelmes párok, Pádár Alexandra és Kelemen Laci. Hát sziasztok! A Sztár Akadémiának aktív tagjai. Még, reméljük ez így is marad a későbbiek folyamán. Bocsi, először is szeretném elmondani, hogy Szandi azt mondta, hogy öltözzünk össze, de kicsit félreértettem és... De nagyon jól sikerült. Sikerült úgy, hogy ő atlétáját felvenni. Laci, jó, mit vegyek fel? Egyen nagy atléta. Azt mondta, hogy öltözzünk össze, de csak az őrvei voltak ki most, az ő atlétája van most rajta. Mert már ő gondoskodik rólad házon belül. Persze. Milyen jól időmított, hihetetlen. Korán kell elkezdeni. Ezt vasalsz rá, meg mi ilyesmi? Főzöl vasra? Az ennesünk túlzásokban. Tehát azért ennyire nem akkor, még nem nagyon. Hazudjuk azt, hogy vasalsz. Mindenesmi, vasalok. Holapán látom az újságcikkét. Kiszolgálják Lacit? Szandi vasal. Szóval merre jártál addig, amíg a Szandi pödörte a haját? Ja, a sétálgattam, kicsit beszélgettem. Fajoztam a többieket. Nem, ott van a nyári Alíz. Szemmel tartom a srácot. Húzottam a nyári lányokkal. Semmi. A Vidbel kávézgattuk. Csak lóvá tesznek. Nagyon örültök most, hogy együtt duettezhettek? Igen. Mennyire kedvesek, nem, hogy ezt lehetővé tették számotokra. Mert mind a ketten örültek neki, vagy te is örülsz? Nem, én még jobban örülök szerintem. De miért? Hát, mert én nem rá számítottam. Én azt hittem, hogy a Renivel fogok duettezni, már ki is találtuk, hogy mi legyen, de én nagyon örülök ennek a Sony és Cher témának. Úgy látszik, hogy én ezt a Cher dolgot már sosem mosom le magamról. Nem féltek attól, hogy mondjuk, hogyha külön pontoznak titeket, mondjuk akkor le esetleg valamelyikötök kevesebb pontot kap, és akkor onnantól fogva mondjuk ez viszályt tud kettőtök között szülni? Nem. Vagy kiesik, és akkor lehet, hogy a másik fogja okolni magát, hogy nem voltunk annyira jók. Igen, nekem van egy ilyen parám, ugye a Szandi hihetetlenül... Őt nem érdekli, ő nagyon jól énekel. De tényleg hihetetlenül jól énekel, én viszont nem. Pont mondom, hogy majd szépen nézünk, tehát ő szép, én meg majd nézek. Tehát így lesz a felosztás. Ja, tényleg akkor ez, hogy... Nem, csak szerénykedik. Amikor Szandi ott áll a színpadon, akkor úgy érzed, hogy még szerelmesebb vagy, meg elolvadsz, amikor így ránézel a képernyőre, és látod, ez hogy... Jó, a férfiaknak ezek a kérdések, de... Nem, de komolyan, én amúgy őszintén szeretek válaszolni. Én már reggel is elolvadok akkor, amikor csak felébredtem, és el is mondom neki mindig, hogy nem is kellene rá sminket, sokkal szebb a nélkül. Jó, de mikor ott áll és énekel. De nem válaszolt a kérdésre, azt érzed? Igen, egy teljesen de mikor ott áll és énekel. Mit érzel? Hihetetlen dolog, meg mindig mondom neki, nézd csak milyen jó csajom van, például most, nézd milyen jó csajom van. És most, hogy együtt lesztek színpadon, gyakorlatilag ott állsz mellett, és elolvadsz majd tőle, nem fogsz tudni énekelni, így lesz ez? Amúgy sem, de így lesz egy plusz. Cukisági faktort, azt kioltjuk szerintem. Igen. Régen még láttalak a nutitiket, ott még azért voltak cívódások, tehát hogy ugye pontosabban Laci nem hitt neked. Ez már megoldódott ez a szituáció? Hát oldogatom, próbálok. Vagy még mindig ilyen kételkedik mindenben, leginkább benned. Néha előjön, de hát ez természetes. Nagyon ritkán, de akkor sem mindig. Értem. Milyen lesz a közös munka? Szokták mondani, hogy akik kapcsolatban élnek, nem biztos, hogy jót tesz, hogy még a színpadon is, vagy még a munkahelyen is együtt kell, hogy legyenek. Tehát, hogy jó, hogyha az embernek vannak ugye ilyen saját kis utai. Na, ti hogy érzitek egyelőre ezt a dolgot? Szerintem nekünk nagyon jót tesz. Még jobban is szeretünk együtt próbálni. A kapcsolatnak tesz jót, vagy esetleg a produkciónak tesz jót? De reméljük mindkettőnek. Igen. Nekem is ugyanez a véleményem. Úristen, azért látom, te megtörted a Lacit. Nekem is az a véleményem. Ez, amit Alexandra mond, nekem az a véleményem. És így, köszönöm szépen, hogy itt lehetek, Alexandra. Van már. Csak ez. Ezt most mondhatom. És Alexandra, oké, kicsi, most beszélhetsz. Tudtok egyébként együtt dolgozni? Tehát megy ez a dolog? Vagy pedig elénekeltek valamit, és utána abszolút elkezdtek csókolozni, és ott vége is a történet? Nem, már közben, tehát ilyen 40 másodperc után. Ez egy pornofilm. Egyszer sem próbáltuk végig a dar, mert kb. 40 másodpercig tart az. Mert van egy olyan rész, amikor megfogjuk egymást. Viszont a sok már nagyon jó. De rengeteg hasznos felvétel született a nézők számára. Az dal nincs meg abszolút, még a feléig nem jutottatok el. Hogy lesz ebből érted vasárnap előadás, vagy szombaton. De jó lesz, én bízom abban. Hát de hogy az utolsó pillanatban majd oda teszitek? Vagy? Igen, majd a kamera próbán. Mit fog szólni a zsűri? Bízom benne, hogy tetszeni fog, Szandi, ez jó volt, jó válasz volt, bízom benne, hogy tetszeni fog. Aj, már. Persze majd azt fogják mondani, vagy mellette, hogy... Látunk... Pedig azért látunk téged karakán nőnek, tehát így most Laci elnyom téged, mondd, fogjuk meg egymás kezét és osszunk meg a gondjainkat. Na most akkor kinyom el, kint már. Nem, pont most mondta körülbelül egy olyan 5 perc, Szandi, hogy mindig én dumálok és fejezzem már, de most így ülök itt. Igen, nem, dumáljál. Nem, beszélj, te is azért, tehát te hogy látod, mondjuk ő elmondta, hogy nagyon pozitívan látja a dolgokat, nagyon jó lesz minden, mi van, hogyha egyikötök kiesik, mondjuk Laci? Hát igen, ezen sokat bekengünk, de hát
most már elég hamar vége lesz ennek a játéknak, úgyhogy valahogy kibírjuk egymást nélkül addig. Én nem bírom. Nem, én sem biztos. De tényleg, az nagyon nehéz időszak lehet. Tehát, hogy az a két hét, amíg nem találkozunk. Igen. Mert hogy sülve főve együtt voltatok, igen. Tehát hozzászoktatok ahhoz, hogy bármi van ott a másik egy karnyújtásnyira. Igen. Pusziátok meg érnyás, legyen egy búcsúcsók, tényleg. Hogy Oszkár. Úgy Oszkár. Hisz Alexander már majdnem mindenkit végig csokott a zsűriben, mi? Ez jó fejezés. Jön ki amúgy a műsorban, nem szóltatok? Köszi. Nekem még van egy jó két hetet, én még vagyok egy hónapig legalább. Nem történik. Hát valami el tudok kitatkozni. Próbáljátok meg próbálni. Ragasszátok le valahogy a nyelveteket, bár hogy nehéz énekelni. De... Micsoda hasznos tanácsok. Köszönjük, hogy itt voltatok. Csak igen. Remélem, mind a ketten tovább jutok. Ez a lényeg. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok.